A webkonferencia elkezdése előtt szeretnék egy pár bevezető gondolatot hozzáfűzni a szklerózis multiplexhez, mielőtt átadnám a hangot dr. Budai László Károlynak. Mi is az a szklerózis multiplex? Azt hiszem, hogy ez az egyik legszínesebb betegség. Nevezhetnénk ezerarcú betegségnek is. A világon körülbelül 2,5 millió embert érint, és ez egy egyre súlyosbodó betegségként tekinthető. A fiatal felnőttek leggyakoribb idegrendszeri bántalmáról van szó, és kedves nőtársaim, szerencsétlen helyzetben vagyunk, hiszen az akadémikus orvoslás szerint a nők valamivel hajlamosabbak ezekre a erre a betegségre, melynek első tünetei leggyakrabban a 20 és 50 életév között jelenik meg. Magyarországon a szklerózis multiplexes betegek száma 7 és 8 ezerre tehető. A köztudatban a szklerózis multiplex úgy vonult be, mint egy autoimmun betegség, amely a központi idegrendszer fehér állományának gyulladásos megbetegedésével jár együtt. Az akadémikus orvoslás szerint tehát a szklerózis multiplex egy krónikus, a központi idegrendszer fehér állományának gyulladásos betegsége. Ennek következtében károsodnak az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő úgynevezett mielin tüvei. Döntően fiatal korban jelentkezik, és az esetek felében visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantságot okoz. Ezt írja az akadémikus orvoslás erről. Ezzel arcol ez a betegség, mert minden egyes betegnél más a lefolyása, vannak akinél súlyosabb, vannak akinek enyhébb formája jelentkezik. Azt gondolom, hogy pontosan emiatt az ezer arcúsága miatt érdekes ez a téma, hiszen hogy lehet az, hogy más-más tünetcsoportok ugyanahoz a diagnózishoz vezetnek? Erről hamarosan megtudhatjuk a germán gyógytudomány válaszát. Azt hiszem, tisztázni kell azt is, hogy mik az akadémikus orvoslás szerinti tünetek? Melyek azok az csoportok, azok a tünetcsoportok, amelyek miatt a szklerózis multiplex diagnózisát felállítják? Az első, amit hangsúlyozom, az akadémikus orvoslás szerint szklerózis multiplex tünetnek neveznek, azok a szem problémái, tehát egy jelentkező látóideg gyulladás, homályos látás, kettős látás, de sokszor maradandó károsodást okoz, vagy akaratlan, gyors szemmozgás lehet gyakori panaszként. Amit saját tapasztalatomból is tudok mondani, hogy mozgáskoordinációs problémák jelentkeznek ilyenkor, nem oda lépünk, ahova szeretnénk, illetve nehezebb a lábat emelni, illetve arra a pontra helyezni, ahova lépni szeretnénk. Az akadémikus orvoslás szerint egyensúlyvesztés is járhat ezzel, bizonytalan járás, szédülés, a végtagokkal végzett mozgások ügyetlensége, a lábak gyengesége. De szintén akadémikus orvoslás szerint az érzékelés zavara is fennáll, ezt saját bőrömön is tapasztaltam, egy égő, bizsergő érzésről számolnak be a szklerózis multiplexel diagnosztizált emberek, és nagyon sokszor indokolatlan, hirtelen a semmiből előtűnő feszülések és fájdalmak is. Amit személy szerint nem tapasztaltam, az a beszéd lassulás, vagy a beszéd érthetetlenné válása. Igen, valószínű, hogy megváltozik az ember ritmusa a beszéd közbeni gondolatok miatt, de talán erre is a választ a germán gyógytudományból megtudhatjuk. A szklerózis multiplexhez csatolják az akadémikus orvosok a vizelettartási zavarokat is, a széklettartási nehézséget, vagy a vizelettartási nehézséget, néhány esetben még a székrekedés is ide tartozik. Hát azt gondolom, hogy senki nem fog meglepődni azon, hogyha megemlítem a szexuális életbeli zavarokat, mert azt gondolom, hogy egy beteg embernek más a libidója,
Az akadémikus orvoslás szerint is a szexuális életbeli változások léphetnek fel, csökken a libidó, érzékenység miatt ez nehézé válik, de felhívom a figyelmet arra is, hogy mindezt mentális zavarokkal, vagy rövidtávú emlékezet, vagy koncentrációs képesség gyengülése miatt nevezi az akadémikus orvoslás szklerózis multiplex tünetnek. A betegség tüneteire jellemző, és szintén egy akadémikus orvoslásból származó cikkből idézek, hogy rohamszerűen, szakifejezéssel élve súbokban jelentkező tünetek mutatják, és beszámolnak némi spontán gyógyulásról is, vagy maradandóvá válnak. Erről majd a mai este folyamán még egy kicsit ki fogunk térni, a saját tapasztalataimat is el fogom önöknek mondani, és senkit nem szeretnék riogatni, viszont el kell mondanom, ha a témában egy kicsit mélyebbre ásunk, hogy a szklerózis multiplex, vagy ahogy csak én becézem, Róza, az akadémikus orvoslás szerint nem gyógyítható és nem megelőzhető. És itt most tartok egy nagy lélegzetvételt, mert szeretném nyomatékosítani azt, hogy a szklerózis multiplex csak az akadémikus orvoslás szerint nem gyógyítható. A pontos választ a germán gyógytudomány adja, mert a szklerózis egy értelmes biológiai különprogram. Erről fog a mai előadás szólni. Hogy hogyan lehet megállapítani, hogy kinek van szklerózis multiplexe és kinek nincs, hát ez egy nagyon bonyolult téma. Az akadémikus orvoslás szerint sem állapítható meg egyetlen tünetből, csak azok együtteséből. Állítólag vannak korai fázisok, ahol gyenge tünetek mellett sem lehet diagnózist felállítani, csak a betegség előre haladtával. Ez pontosan azért érdekes, mert ezek szerint nagyon sok látens szklerózis multiplexes létezhet a Földön, akinek csak gyenge tünetei vannak, és pontosan ez a szaklap jelzi azt, hogy nagyon fontos lenne a korai felismerés. Mindig mondták, hogy nincs egészséges ember, csak még nincs eléggé kivizsgálva. Így van, és a diagnózis felállításával és közlésével az orvosoknak, az akadémikus orvosoknak sokkal gondosabban kellene eljárniuk, hiszen nincsen olyan teszt vagy vizsgálat sem, amely önmagában elegendő volna. Ezt egy szaklapból idézem, egy akadémikus orvoslással foglalkozó szaklapból. Persze azt is tudjuk, hogy a szklerózis multiplexnek nagyon sok fázisa van. Erre a pontos értelmet és választ szintén a germán gyógytudományból kapjuk, hiszen a program lefutásának különböző szakaszaiban különböző diagnózisokat fogunk kapni. Nagyon érdekes, hogy a szklerózis multiplex egy autoimmun betegségnek van beállítva, amely szerint az immunrendszer a saját idegrendszer sejtjei ellen fordul. Azt is írják az akadémikus orvoslásban, hogy a betegség folyamán az idegrendszer egy állandó gyulladásban van. Az idegrendszert alkotó legfontosabb sejtek az idegsejtek, más néven a neuronok, és az idegrostokat körülvevő mielin hüvely, vagy mielint képző sejtek, amelyek a központi idegrendszerben gliasejtnek hívnak. Ezek egy nagy zsírtartalmú rétegek, amelyek úgy néznek ki, mintha el tudnánk képzelni úgy, mint egy szigetelést az áram kábelen. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy mitől múlik, vagy min múlik az, hogy az elektromos jel átvitele picit megbolondul. Vajon miért nevezzük a szklerózis multiplexet szklerózisnak? Felmerült bennünk az a kérdés, hogy latinul ezt megkeményedést jelent. A gyulladások és az agyban végbemenő folyamatok okát, értelmét, működését, esetleges gyógyítását az akadémikus orvoslás, még további vizsgálatok és kutatások tárgyának mutatja meg.
De vajon valóban egy autoimmun betegségről beszélünk? Valóban a szervezetünk önmagunk ellen fordul? Vajon van-e értelme annak, hogy kiből lesz szklerózis multiplexes beteg, és kiből nem? Mi befolyásolja? Hogyan zajlik le? Hogyan gyógyítható? És mit tehetünk azért, hogy ezen a helyzeten változtatni tudjunk? Erről a germánygyógytudományt szeretném megmutatni ezzel a témával kapcsolatosan, és erről dr. Budai László Károly, házi orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és germánygyógytudomány terapeuta fog önöknek választ adni. Fogadják szeretettel! Nagyon szépen köszönöm Rékának ezt a részletes bevezetőt, mert hát már a bevezetőben nagyon sok olyan kérdést tett fel, amire nagyon pontos válaszokat fogunk kapni a mai előadásban. És természetesen az, hogy gyógyítható a szklerózis multiplex, az pontosan a Réka esete is igazolja, mert hiszen majd elmondja, hogy hogyan járt és hogyan tudott végül is meggyógyulni. A lényeg az, hogy azért érdemes a germánygyógytudomány alapjait megismerni, mert ezek fogják megadni számunkra azt az alapot, ami a megértéshez szükséges, és ha van megértés, akkor találunk megoldást is. Hogyan képzeljük el a germánygyógytudomány? Biztos vannak olyan hallgatók, akik erről még nem hallottak. Ki fedezte fel, mit jelent az, hogy germánygyógytudomány? Nagyon röviden fogom ezt összefoglalni, hiszen erről egy összefoglaló előadás megtekinthető a weblapon, az öt biológiai természettörvényről, és jó lenne, ha ezzel mindenki tisztában lenne. Véleményem szerint az iskolában kéne már tanítani a fiataloknak, és reményem szerint ez meg is fog történni, pontosan azért, hogy mindenki értse az elkövetkezendőkbe, hogy hogyan is működünk. Nos, a germán gyógytudomány atyát látjuk, dr. Rike Gerd Hamer, aki a saját tragédiáját megélve fedezte fel azt az öt biológiai természettörvényt, ami a biológiai működések megértéséhez vezetett. Az első törvénye a rákvas törvénye nevet viseli, és ez a törvény rámutat arra, hogy minden olyan lelki, érzelmi megrázkódtatás, amely nagyon súlyosan érintett minket, de váratlanul, meglepetésszerűen, és benne maradtunk a konfliktusban, az szervi elváltozást fog elindítani bennünk. Vagyis a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Ez minden ezotérikus könyvben szerintem már olvasható, csak éppenséggel olyan tudományos hátteret és olyan megcáfolhatatlan magyarázatot, mint dr. Rike Gerd Hamer, senki nem tudott hozzáadni. És az is lényeges ebben, hogy a szervi elváltozás ismeretében vissza tudunk kérdezni a lelki elváltozásra. Ezek szerint minden megbetegedés mögött egy érzelmi konfliktus áll, ami megrázott bennünket, és igen, ennek következtében azt kell mondjam, hogy a legtöbb betegségnek ez a kiváltó oka. Természetesen vannak fizikai tényezők is, amelyek megbetegíthetnek minket, környezeti tényezők, ahogyan táplálkozunk, tehát a hiánybetegségek, vitaminhiányok, ugye, a mérgezések, a sugárzások, a balesetek, ezek nem tartoznak a germánygyógytudománynak a tárgykörébe, és vannak még egyéb nem látható, hát mondjam azt, hogy szférákból érkező ártalmas rezgések, amelyek a biológiánkra hatnak. Tehát a germánygyógytudomány azokkal a megbetegedésekkel foglalkozik, amelyek lelki megrázkódtatás következtében jöttek létre. Ebben a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek a körülmények,
És ezután konfliktus nélkül is újra elindul ez az egész értelmes biológiai különprogram. A Hammer doktor, mint mondtam, saját bőrén tapasztalta meg ennek a rák vastörvényének az igazságát, hiszen a fia Dirk Hammer a karjai közt halt meg, és ezért nevezi Hammer doktor DHS kritériumainak azokat a felsorolt tényezőket, amelyeket itt elmondtam, mert ha ezek jelen vannak, akkor bizony a biológiánk elindít egy értelmes biológiai különprogramot, és ugye a betegség szót nem használtam, mert meg fogjuk érteni, hogy mikor érezzük magunkat betegnek, és hogy valójában ezeknek a biológiai programoknak céljuk és értelmük van. Nos, mint mondtam, a további részleteket azt mindenki a külön előadásban végighallgathatja. Az egyetlen valóság az én megélésem, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, tehát nem maga a történet számít, hanem az, hogy nekem abban mi volt a megélésem. Én hogyan éltem meg egy adott konfliktust, ez fogja meghatározni azt, hogy a DHS mit indít el bennem. A további kutatások következtek, hiszen Hammer doktort ez ugyan nagyon felbuzdította, és látta, hogy a betegekkel való kapcsolatfelvétel, az újabb anamnézis felvétele eljutatta őt a megértéshez, és így kiderült, hogy minden petefészekrákos vagy heredaganatos betegnek az életében a daganatot megelőzően egy nagyon súlyos veszteségkonfliktust kellett megélniük, és ugyanígy a többi daganat típusnál is kiderült, hogy mindig egy lelki megrázkódtatás volt az, ami elindította a programot, tehát a DHS, amit itt látunk az első függőleges vonalon, az valójában ezt az öt kritériumot tartalmazó lelki megrázkódtatást jelenti. A betegségek lefolyását megfigyelve mindig kiderült, hogy két szakaszban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram. Van egy konfliktus aktív szakasza, és van egy megoldási szakasza ennek a programnak. Nyilván, hogy a két szakaszban más és más lesz a biológiának a reakciója, és más dolgokat fogunk érezni. A konfliktus aktív szakaszban a stressznek a megtapasztalása lesz mindenki számára az egyetlen valóság, hiszen ekkor a konfliktus el nem oldása miatt lelkileg mi mindig zaklatottak vagyunk, és ebben a zaklatott lelki állapotban nem tudunk elaludni, vagy felalszunk, felébredünk. Nincs étvágyunk, és ezért nem táplálkozunk rendesen, fogyni fogunk. Illetve a zaklatott lelki állapot miatt emelkedik a szív és légzés frekvenciája, emelkedik a vérnyomás, hosszabb ideig fennállva a stressz hormonok is, hát hogy mondjam, emelkedett szinten fognak megjelenni. Ezekről a dolgokról az öt biológiai természettörvényben részletesen beszélek. Aztán a konfliktus megoldása után, a KM a konfliktus megoldását jelenti, következik a második szakasz, aminek látjuk, hogy két piros színnel is jelzett része van. Az elsőt úgy hívjuk, hogy exudatív fázis, ez csak annyit jelent, hogy a gyógyuló szövetekbe, illetve az érintett agyirelében folyadék gyülem következik be, és ez fokozott fejfájást fog okozni a betegnek, de a gyulladásos tünetek is megjelennek annak minden árnyalatával. Nyilván, ha felszínen van a gyulladás, akkor piros lesz, meleg lesz, duzzadt lesz, és
a fájdalom elmaradhatatlanul ott lesz folyamatosan. Van néhány kivétel, amikor a fájdalom a konfliktus aktív szakaszban jelenik meg, ez tényleg néhány kivétel, az esetek 5, maximum 10%-ában, ezekre mindig felhívom a figyelmet a hétvégi képzéseken, de azt elmondhatjuk, hogy ha mozgásszervi rendszerről van szó, és ott fájdalom jelenik meg, avagy izomrángások, azok mindig a gyógyulásnak a jelei, és nem a betegségnek a jelei. Az epileptoid krízis fogja megtörni ezt a gyulladásos, fájdalmas történetet. Rövid időre elmúlik a fájdalom, elmúlik a gyulladás, viszont újra érjük, újra megéljük lelkileg a konfliktust álmunkban, felriadhatunk arra, hogy még egyszer megtörtént velünk ugyanaz, amit megéltünk a DHS pillanatában, de hamar ugye rájövünk, hogy ez csak egy álom volt, és boldogan hajtjuk vissza a fejünket további alvásra, megszűnik a fejfájásunk, mert rengeteg vizeletet fogunk kiüríteni ez alatt az idő alatt, és ezután jön a második szakasza a gyógyulásnak, a hegesedő fázis, ami annyit jelent, hogy extrém fáradtságot fogunk megtapasztalni, illetve ha izmokról van szó, akkor itt még mindig az izom működés képtelenségét tapasztalhatjuk meg. A program végére viszont minden helyére áll. Ez egy nagyon lényeges dolog, és hogyha eljutnánk a program végére, akkor nagyon, de nagyon jó lenne. A krónikus betegségek lefolyásának az a titka, hogy nem jutunk el a program végére, és nem zárjuk le egyszer és mindenkorra az adott konfliktust, mert nem tisztázzuk, hogy mi volt a konfliktus. Benne ragadunk a konfliktusba, és ez megoldás nélkül folyik, akkor a meg nem oldott konfliktus a szervezet teljes kimerüléséhez fog vezetni. Aztán van a policiklikus lefolyás, amikor látjuk, hogy végére ért a program, de mivel nem tisztáztuk valójában, hogy mi a konfliktus, vagyis nem érzelmileg oldottuk meg az érzelmi megrázkódtatást, ezért ha újra színre kerülünk, akkor újraindul az egész történet. És lehet, hogy ez csak hétvégenként fog jelentkezni nálunk, mert hétvégenként kerülünk olyan helyzetbe, hogy újra éljük a konfliktust egy valakivel való találkozás miatt, és hétfőn újra jelentkeznek a tünetek, majd egész héten nincsen semmi. Tehát ezek lesznek azok az időszakok, amikor tünetmentes időszakokat felváltják a tünetekkel tarkított időszakok. Nevezhetném ezt recidívának is. És itt van a harmadik lefolyás, a függő gyógyulás, ami annyit jelent, hogy ugyan a megoldási szakasz beindul, de nem fut végig. Az epileptoid krízisig sem jutottunk el, mert a sínek miatt újra konfliktus aktív fázisba kerülünk, és a megoldási szakasznak csak az elejét érjük el, majd újra konfliktus aktív fázisba kerülünk. Tehát ez a nap mint nap történő visszaesés, természetesen ez csak akkor fog előfordulni, ha nem oldottuk meg a konfliktust úgy, ahogy azt kell, mélyen lelkileg. Nos, a harmadik biológiai természettörvény az pontosan rámutat arra, hogy mi is történik a konfliktus aktív és a megoldási szakaszban. Ennek megfejtéséhez Hámer doktor hát leásott az alapokig, az embriológiába, az egyetfejlődésben találta meg a választ arra, hogy miért történik az, ami történik a konfliktus aktív és megoldási szakaszban. Ha egyszerűen gondolkodunk, akkor a válasz is egyszerű lesz, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát nem történhet más, mint hogy. Sejteket építek a konfliktus aktív szakaszban, de akkor ezeket a sejteket le fogom bontani a megoldási szakaszban. Vagy a konfliktus aktív szakaszban sejteket bontok, de a felesleges sejteket, vagy a hiányzó sejteket pótolni fogjuk a megoldási szakaszban.
A harmadik az, hogy a működést változtatjuk meg konfliktusaktív szakaszban, illetve a megoldásban ezt a működést helyre fogjuk állítani. És az egész medicina valójában erről szól, hogy mikor mi történik, azt viszont a germán gyógytudomány tisztázta számunkra, és pontosan az embriológiáig visszanézve a fejlődés történetet értjük meg, hogy mi minden történik a szervezetünkben. Nagyon röviden csak annyit kell erről általánosságban megjegyezni, hogy minden sejtünk, minden szövetünk a három csiralemezből alakul ki, amit itt a sárga, a narancs és a piros színekkel jelzett dr. Rieke Gerdthalmer számunkra. A három csiralemezből kinövő sejtjeinket különböző idegi központok vezérlik, és természetesen minden sejtünk más-más feladatot old meg. Az agytörzs irányítja a belső csiralemezből származó sejtjeinket, és ez a falat konfliktusokat oldja meg számunkra, hiszen a túléléshez szükségünk van nem csak táplálék falatra, hanem levegő falatra, víz falatra, ezen kívül fény és hang falatra. Tehát ezeket a falat konfliktusokat az agytörzsi irányító központok fogják megoldani számunkra, és itt mindig először sejtet szaporítunk, majd a megoldási szakaszban lebontjuk a felesleges sejteket gyulladás kíséretében. A középső csiralemez sejtjeit, amit látjuk, két idegi központ irányítja, az egyik a kisagy, a másik pedig fölötte elhelyezkedő fehér állományban helyet foglaló idegi központok. Nos, a kisagy által vezérelt sejtek a támadási, bemuskolási konfliktusokat oldják meg számunkra, és természetes, hogy ezt is szövet szaporulattal oldjuk meg, teljesen logikus, ha megtámadják a várat, akkor a várfalakat megerősítjük és nem lebontjuk. A megoldási szakaszban természetesen ezeket a felesleges sejteket le fogjuk bontani, de mivel az ide tartozó írha nem csak kollagén és nagyon erős elasztin rostokat tartalmaz, hanem verejték és vagyonmirigyeket, így ezeknek a mirigyeknek a felszaporítás és lebontása is a támadási, bemocskoltsági konfliktus során hát változni fog, és mivel az emlőmirigy egy módosult verejtékmirigy, ezért a gondozási konfliktus, amikor túlzásba visszük az aggódást egy szeretett élő lény miatt, most akkor el fog indulni az emlőmirigyben a szövetszaporulat, hisz minden élő lényért, akiért mi aggódunk, azt csak úgy tudjuk megmenteni, ha tápláljuk, és ez egy teljesen értelmes biológiai válasz az aggodalomra, egyedül csak az aggodalom nem egy értelmes folyamat, ha tovább tart, mint egy napot. A fehér állományban levő idegi központok a mozgással kapcsolatos szöveteinket irányítják, és nyilván a mozgáshoz az alapot a csontok adják meg, a csontokat ízületek, inak kötik össze, a harmadik az izomzat, ami tényleg végrehajtja a mozdulatot, az izmokat az erek látják el, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, és a plusz energiát pedig a zsírszövet adja. Tehát ez az öt szövet az, amit a fehér állományban levő idegközpontok irányítanak. Itt a konfliktus tartalom mindig az önleértékelés, ami egyenlő önpusztítás, tehát ebből következik, hogy itt a konfliktusaktív szakaszban mindig tünetmentesen történik meg a sorvadás, a sejtek számának csökkentése, és a megoldási szakaszban jelentkezik a fájdalom, és a visszaépítése a lebontott sejteknek, az értelme pedig a megoldási szakasz végére fog megvalósulni a programnak, hiszen mindaz, amit visszaépítünk, az erősebb és jobb lesz,
mint ami volt a konfliktus pillanatában. A ektodermáról annyit kell tudnunk, hogy ebből a csirralemezből származnak azok a sejtjeink, amelyek az elválasztási konfliktus során, konfliktus aktív fázisban sorvadnak, majd visszaépülnek, természetesen megoldási szakaszban tünetekkel. Ide tartozik az a konfliktus, amit birtok konfliktusnak nevezünk, és az agykéreg irányítja. Itt is a hozzátartozó nyálkahártya sejteknek először a sorvadása indul el, és a megoldásban a visszaépítése. Nos, itt vannak azok a helyek a szervezetünkben, ahol a konfliktus aktív fázisban jelenik meg a fájdalom, és a megoldásban eltűnik, de az epileptoid krízisben fokozottan jelentkezik. Az agykéreg nem csak a birtok és elválasztási konfliktusokat, hanem a mozgással kapcsolatos, az érzékeléssel kapcsolatos, látással, hallással, tehát az érzékszervek működésével kapcsolatos konfliktusokat is fogja és összehangolja. A negyedik biológiai természettörvény arról szól, hogy mindezekben a folyamatokban, akik segítségünkre vannak, azok a bennünk élő mikroorganizmusok, és látjuk, hogy csirralemezhez kötötten jelennek meg, illetve segítenek. Az endodermális programokban a gombák azok, amelyek a konfliktus aktív szakaszban azért szaporodnak föl, hogy a megoldásban elegendő számban legyenek ahhoz, hogy elvégezzék a bontó munkát. Természetesen, ha elakad a gyógyulás folyamata, akkor a gombák száma egyre nagyobb lesz. Ez a gombás megbetegedések magyarázata. Itt nem csak a gombák, hanem a TBC baktériumok, a mikobaktériumok is besegítenek. Ezek gombák és baktériumok közötti átmenetet képeznek, a legfontosabb baktériumok a szervezetünkben. Ezeknek a száma természetesen, hogy nagyon komoly létszámstopp alatt van az agy közvetítésével, és csak akkor fognak elszaporodni, ha elindítunk egy endodermális, vagy egy régi mezodermális programot, ami ugye támadás, bemocskoltság és gondozást jelent. Amikor új mezodermális programot indítunk el, vagyis fehér állomány által irányított programot, ami a mozgásszerveket érinti, itt már a megoldásban segítenek a baktériumok a visszaépítésben, az ektodermális programokban, külső csirralemezhez tartozó programokban a vírusok fognak segíteni a dolgok helyreállításába, tehát a bennünk található humán papilloma vírus, vagy éppenséggel herpes vírus, azok nem ellenségek, hanem éppen abban segítenek, hogy helyre tegyünk valamit. Ha a számuk szám feletti, akkor csak azt jelenti, hogy elakadt a gyógyulás, tehát a gyógyulási folyamat befejezésével ezek az úgynevezett ártalmas vírusok, mint a hepatitis vírusa is egyszerűen eltűnik a szervezetünkben, a szervezetünkből, csupán meg kell oldani a hozzájuk kötődő konfliktust. Természetesen itt a bennünk lakó vírusokról, gombákról és baktériumokról beszéltem, és nem a titkos laboratóriumokban előállított, és tényleg az egészségünkre káros baktériumokról beszéltem. A koronát Hammer doktor munkájára az ötödik biológiai természettörvény teszi fel, hisz ebből kiderül, hogy mindennek értelme van, nincsenek ismeretlen betegségek, vagy olyan dolgok, amelyek szánt szándékkal tönkre akarnának minket tenni, amit mi autoimmunnak nevezünk, ugye? Azok a történések, amik bennünk végbe mennek, ha megismerik az öt biológiai természettörvényt, és ennek tükrében tárgyaljuk meg a betegségeket, kiderül, hogy csupán a konfliktust kellene mindahányszor megtalálni és megoldani, és a biológiánk magától meg tudna gyógyulni. Tehát nem Isten csapása a betegség,
Viszont minden betegségből tanulhatunk, és ez az, ami az értelme, a tágabb értelemben, hogyha megértjük, hogy mi mire akar minket megtanítani, akkor természetesen lelkileg ezt megértve és feloldva, többet a biológia nem fogja ezt elindítani. De csak egy egyszerű példát mondok, ha valaki nem tud valakit elviselni, csípőizületi fájdalma lesz. Aztán, ha a csípőizületi fájdalmát nem tudja elviselni, vagyis önmagát se tudja már elviselni, ez már fenntartja magát a csípőizület programot, tehát ez a gyógyulás csapdája. Most ezekre kell fölhívjuk a figyelmet a továbbiakban, hogy mi a gyógyulás csapdája például a szklerózis multiplexben, és miért van az, hogy egyesek meggyógyulnak, mások pedig nem. Nos, a mozgászavarokról már volt egy webkonferenciánk, amiben összességében foglaltuk össze az összes mozgászavart. Itt most kifejezetten a szklerózis multiplexre fogunk fókuszálni, de ez az egyik legkomplexebb mozgászavarral is járó tünetegyüttes, hogy így mondjam, mert rá fogunk jönni, hogy itt nem csak mozgászavar van. Nos, az izmokról annyit tudni kell, hogy az izom tömegét az önleértékelés sorvasztja, az izomnak a mozgását pedig a működés gátlása fogja fékezni, tehát a mozgással kapcsolatos konfliktusok természetes, hogy az izmainkat fogja érinteni, és nem a csontokat, és nem az izületeket. A csontokat a legsúlyosabb önleértékelések fogják érinteni, és minden szervnek, illetve minden szövetnek megvan az a konfliktus típusa, amire ő fog választ adni a biológiában. Ne felejtsük, hogy a megoldásban fájdalom és izomrángások jelentkeznek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy minden érintett, ha tudná, hogy a fájdalmának, az izomrángásának értelme van és vége van, akkor nem akadályozná meg a saját gyógyulását vegyszerekkel. Az epileptoid krízisben görcsök, súbok jelentkeznek, illetve ide tartoznak az epilepsziás görcsrohamok is, de nyilván a más egy epilepsziás görcsrohamot ismétlő betegnek a mozgással kapcsolatos megélése és más a megélése egy szklerózis multiplexesnek. Ne feledjük, az elején kihangsúlyoztam, hogy az egyetlen valóság a beteg megélése. És ez fogja eldönteni, hogy a mozgással kapcsolatos konfliktusára milyen biológiai választ fog adni. Most értettem meg azt, hogy miért nevezzük azt hogy különböző típusnak, vagy különböző fokozatnak a szklerózis multiplex diagnózisában. Van négy különböző állapot, az, ahol vannak fellángolások, javulások, ahol folyamatos a romlás. Ezek következnek. Akkor pontosan erről beszélünk, hogy más-más állapotról, mindig más konfliktusról. Az, amit az orvos adott pillanatban lát, az a programnak egy adott része. De mivel nem látja egészében az egész programot, mivel elhitették az orvosokkal, hogy ez egy autoimmun gyógyíthatatlan betegség, így leblokkolunk ennél a tudásnál, és nem keressük a valós megoldást. Hogyan ad a germánygyógytudomány erre a kérdésre egy valós, értelmes választ? Rögtön a végére érek, mert, mint mondtam, nem csak mozgászavarokról van szó, a szklerózis multiplexről beszélünk. Most ott tartunk, hogy az izmokat taglaljuk, ugye az izmoknak két főnöke van, mindig elmondom, mint a házi orvosnak, és az egyik ugye főnöke, az a fehér állományban van, ez fogja az izmoknak az erejét és a táplálását szabályozni. Az önleértékeléssel ezért sorvadást fogunk elérni. Ha ez az fél testet érinti, valakinek a jobb vagy a bal oldalát, amiotrófiás laterál szklerózisnak fogják nevezni, csak annyit fog érzékelni, hogy sorvad, gyengül, majd egyre inkább elsorvad a fél oldala valakinek. Na most az izmoknak a másik
beidegzése, az a mozgató beidegzés, az az agykérekhez kötött, ezért is jelöltem külön sárgával és pirossal a két dolgot, mert más idegközponthoz kötődik. A mozgás gátlása konfliktus aktív szakaszban folyamatosan oda vezet, hogy az agyból kiinduló mozgatóparancs nem érkezik le az izmokhoz. Tehát akarsz lépni, és a lábad nem követ. A teljesség kedvéért mondanám el csak, hogy megkülönböztessük a szklerózis multiplexet a többitől, hogy van az állandósult mozgászavar, ez egy függő gyógyulás miatt alakul így ki, ez lesz a Parkinson-kor és a Korea minor. Épp ma kaptam egy levelet, ami nyilván a beteget nem láttam, de a leírásból, ami arról szól, hogy állandó mozgászavara van valakinek januártól, az azt feltételezi, hogy itt elakadt a gyógyulási folyamatban rögtön az elején az egész, tehát a nincs tisztázva konfliktus, a mozgászavar megmarad. Jelzem, hogy ilyen korea minoros beteg is képes volt arra, hogy leállítsa a mozgászavarát, és Parkinson-kóros beteg is képes volt erre, de csak itt megemlítem most, nem ezekről lesz szó, csak hogy lássuk, hogy a visszatérő mozgászavar, a policiklikus lefolyás mit okoz, epilepsziás görcsöket, ugye? Ez azt jelenti, hogy mindig eljött az epilepsziás görcsrohamig, tehát az izmoknak a rángásáig, és eszméletvesztéssel jár, és a többi, és a többi. Tehát erről már szó volt a mozgászavarokról szóló előadásban, igen részletesen. Ígérem, hogy az elmaradt, tehát a leadott és még ki nem tett webkonferencia anyagok évvégéig kikerülnek a weblapra. Tisztáztam, hogy hol tartunk, de hát közben még rengeteg dolgunk is akadt. Nos, a meg nem oldott konfliktus, mint mondtam, az probléma. Az izmok esetén izomsorvadáshoz fog vezetni, természetesen, és a mozgás gátlásához. Ez csak azért emeltem ki újra ezt a rajzot, hogy megértsük, hogy a konfliktust kellene mindenképpen megoldani. Na de a gyógyulásnak van egy csapdája. Ennek is van csapdája, nem csak a többinek, ennek is megvan a csapdája, és hogyha erre rávilágítunk, akkor az összes szklerózis multiplexes beteg rájön arra, hogy ő hol akadt el. És ebben fog segíteni Réka nekünk, hogy ezekre rávilágítson. Egyszer elmondanám azt, amit a germán gyógytudomány teljes mértékben igazol. Ugye a konfliktussal kell kezdeni. Mi a konfliktus? Az, hogy ha nem tudok megkapaszkodni, akkor mihez kötött a kapaszkodásom? A kezemhez, a karomhoz. Ha nem tudok kitérni valaki vagy valami elől, hát a kitéréshez a vállamat, a hátizmaimat használom. Ha nem tudok elmenekülni, akkor természetesen az alsó végtag lesz érintett, vagy azt se tudom már, hogy merre menjek, előre vagy hátra, jobbra vagy balra, akkor a lábaim lesznek érintve. Ilyenkor a motoros kéreg ingereit blokkolja maga a beteg, tehát ezt tényleg ő csinálja, de nem csak ennyiről szól a történet. Mindezt a fehér állományban található hámeri gócok is érzékelik, mert ha azt érzékelem, hogy képtelen vagyok elmenni, képtelen vagyok kitérni, ez már izomsorvadást fog beindítani a fehér állományban található központokból. Itt látjuk jobb oldalt lent a fehér állománynak a központjait. És jönnek még az érzékelési zavarok is ráadásul. Akkor a következőképpen folytatnám ezzel, kifejezetten az érzékelési zavarokkal, hisz itt látjuk az érzőközpontot most a piros színnel jelölve, előtte látjuk a mozgató központot. Itt nagyon lényeges azt tudni, hogy az érzőközpontnak a konfliktusa az, hogy már mivel nem tudok megfelelően járni, szeretném, hogy észre se vegyenek, hogy senki se lássa azt, hogy én sántítok, vagy nem bírok lépni, vagy elfáradtam, vagy egyéb
Hát nagyon komplex, ugye megélése van egy ilyen mozgásában, egyre nehezebben teljesítő, egyre korlátozottabb személy, és természetesen, hogy ez az észre nem vevés, ez egy elválasztódni akarás konfliktusát fogja jelenteni, ami az érző központokban fog becsapódni, és itt is ez fogja magyarázni a rövid távú emlékezet zavart, az absence, mert ezek a tünetek, ezek az epileptoid krízisben mindig absence-szal járnak. Tehát részben érthetőek azok a történések, amelyekről Réka bevezetőben szólt. És ugye itt van a látóközpont hátul, és természetesen, hogy nem szeretném, hogy lássa senki se ezt az egész történetet, vagy az az érzésem, hogy lehet, hogy azért nem tudok megfelelő helyre lépni, mert nem látom jól, hogy hova kell lépnem. Tehát a látás a mozgászavarhoz teljesen teljes mértékben kötött, hát csak gondoljunk arra, ha leszállunk a lingvistiről, és szédülünk, akkor a látásunk lesz zavart a történetben. Nyilván itt egyéb tényezők játszanak szerepet, csak hogy a látás, a mozgás, ez teljes mértékben összekötött folyamat. Nyilvánvaló, hogy a látás romlásban benne van az, hogy látni se akarom már, hogy milyen szerencsétlenül mozgok vagy létezek. Tehát a látászavar, az érzékelészavar természetes, és nyilván, hogy az egyensúlyzavar az következmény konfliktus, hiszen hogyha bizonytalan vagyok abban, hogy ahova lépek, vagy ahova lépni akarok, oda meg is érkezek, akkor ez a következmény konfliktus a biológiámat arra fogja késztetni, hogy, hogy kapaszkodjak, mert már egyszer itt elestem. A beszéd lassulásának semmi köze nincsen a szklerózis multiplexhez, ez egy teljesen más konfliktus következménye, viszont a vizelet széklettartás nehézsége azzal függ össze, egyetlen valóság az én megélésem, és mindig elmondom, minél intelligensebb valaki, annál több konfliktust tud elindítani egyetlen adott helyzetre. Tehát, ha én már képtelen vagyok tovább lépni, képtelen vagyok mások segítsége nélkül eljutni valahova, akkor azt jelenti, hogy képtelen vagyok a határaimat kijelölni, a határok szélének képtelensége a vizelettartást fogja befolyásolni, tehát jön a vizeletinkontinencia, és amikor már belepottyantam az ágyba, illetve a kerekes székbe, akkor a széklettartást is gátolva lesz, mert már a területen közepét se tudom kijelölni. Ez a teljes kiszolgáltatottságnak a biológiai válasza. Hát nyilván, hogy a szexuális zavarok is következmény konfliktus csoportba tartoznak, és itt jön aztán az a tökéletes dolog, amikor az önleértékelés ugye izomsorvadást okoz, a mozgásgátlása, a mozgásnak a kivitelezhetetlenségét fogja okozni, és természetesen érzékelési zavarok is elválasztódás, vagy elválasztódni akarás is fog ehhez az egészhez kapcsolódni. A megértéshez, még mindig a gyógyulás csapdájánál vagyok, és egy nagyon fontos az, hogy amikor a megoldásba kerülnénk, vagy mert lekerülünk a sinekről, vagy mert tudatosan rájöttem, hogy nekem az volt a gondom, hogy ennél a helyzetnél már a halál is jobb, és a szervezetem a halottnak tettetést imitálja, ugye a halottnak tettetés az egyik legjobb túlélési trükk a biológiában. Látni lehet ilyen videófelvételt, hogy az egér a hátára dől, lábaival az égnek, és a macska elmegy mellette, mert a macskát a döglött egér nem érdekli. Aztán amikor a macska odébb megy, az egér megfordul és elszalad. Tehát a halottnak tettetés az egyik legjobb túlélő trükk, de hát én közöltem a biológiámmal, hogy ennél a helyzetnél már a halál is jobb, tehát ez egy újabb és újabb konfliktus, ami fokozni fogja az addig is meghibásodott mozgást, és fokozni fogja a mozgás zavart.
A konfliktus aktív fázisban ne felejtjük el, hogy spasztikus lesz a bénulás. Tehát izomgörcs lép fel ebben az állapotban, és ha eljut a megoldáshoz a kedves páciens, akkor mi történik a megoldási szakaszban? Mondtam, hogy folyadék áramlik be, nem csak a gyógyuló szövetekbe, hanem az agyi központokba, tehát a motorikus relében is lesz egy ödéma, ami már a megoldási fázisban a pegyhüt bénulásnak lesz a magyarázata. Tehát ezért nagyon lényeges ismerni a lefolyást, hogy amikor a görcs, az izomgörcs kienged, és mondjam úgy, hogy maga tehetetlenül érezzük az irányíthatatlan izmainkat, akkor tudjuk, hogy a megoldásban vagyunk. Bocsánat, a fehér állományban is érintett lehet az a bizonyos központ, ami az önleértékelés megoldása után, megoldási szakaszban agyi ödéma miatt okoz egy perifokális ödémát fog létrehozni, és ez természetesen a fölötte levő kérgi központot átmenetileg érintheti. Nos, a pegyhüt bénulás tehát, ami a lényeges, hogy a megoldási szakaszban jelentkezik, és ha hagyjuk, hogy a program végigfusson, akkor természetesen az izom vissza fogja nyerni az irányíthatóságát és az erejét is. Ne feledjük azt se, hogy az epileptikus krízisben mindig rángások jelentkeznek, amit suboknak neveznek, és ezt természetes ugye a rendelőben állapot rosszabbodásnak fogják diagnosztizálni, holott épp a gyógyulás kellős közepén vagyok. És ha ezekkel mi tisztában lennénk, és tudnánk örülni annak, hogy rángatózik az izmom, ugye, úgy néz ki, hogy életre kell. És utána elkeseredek, mert na, pegyhüt lett, megint nem mozog semmit sem. Tehát ezeket a dolgokat ismerve, tehát a germán gyógytudományt ismerve fogunk eljutni csak is oda, hogy valóban megértsük, hogy mi történik a szervezetünkben, és mit lehet ebben az esetben csinálni, tehát hogyan lehet kivédeni ezeket a következmény konfliktusokat, hogyan lehet ezt az egész ördögi kört, hogy is mondjam, megoldani, hiszen azért ezer arcú ez a betegség, mert érintett az érzékelésem, az önleértékelésem, a mozgásom. És természetesen ebből adódóan egyensúlyzavarom is lesz, rövid távú emlékezetkiesésem lesz, szexuális problémák lesznek, vizelettartás lesz. Tehát úgy valahogy egy véget nem érő, egyre súlyosbodó állapotként tapasztalja meg az, aki benne van, de mégis gyógyítható, mégis megoldható. Ez pontosan így van, és én erről nem szeretnék senkit meggyőzni. Én ezt pontosan tudom, én minden szklerózis multiplexes embernek csak annyit tudnék mondani, hogy próbálja ki. Bocsánat, de akadémikus orvoslás szerint nincs ennél jobb választás, mint kipróbálni valami újat. Mit veszíthetne? Mindig elmondom, ne hidd el, próbáld ki. Amikor a szklerózis multiplexel találkoztam, én úgy éreztem, hogy bekerültem egy alagútba, és fogalmam sincs, hogy merről jön a vonat. Az a teljes kétségbeesés, amikor nem tudok elmenekülni a helyzettől, ugye ez megint egy neurózának, bocsánat, hogy becézem a szklerózis multiplexet, de egy adott idő után, amikor az ember elkezd vele ezzel a gondolattal megbarátkozni, bár ez kérdéses, hogy kinek mennyi idő, míg a diagnózisával küzdés harcol, akkor próbál valami olyan nevet kitalálni neki, amitől nem annyira ijesztő hatást vált ki a testéből. Én elneveztem Rózának, bocsánat, ezután így fogom említeni. Rózának van egy fantasztikus tanító hatása, mert egészen a betegség kialakulásáig valahogy úgy érezzük, hogy a dolgok majd maguktól megoldódnak. Hogy úgy halogatjuk a helyzeteket, próbálunk mindenütt helyt állni,
de képtelen vagyok, itt már a lábam önleértékeléséről beszélünk, harcolunk a lábunk méretéről, a vádlink vastagságától, a cung méretig. Ugye hát nagyon sok hölgyet érint ez a program, akinek nincsen pálcika lába, az haragszik, hogy miért ilyen dumbi a combja, miért ilyen erős a vádlia. Tudom, hogy ez most nevetségesnek tűnik, de ez az önleértékelés egyes számú lépése, hogy nem elég jók a lábaim. Ez már a láb izom sorvadásához fog vezetni. Szeretném, hogyha itt most nem a szklerózis multiplex lefolyásának tüneteit taglalnánk, hanem én egy valós megoldásokat szeretnék javasolni, mert azt gondolom, hogy ezt az örömöt, hogy a szklerózis multiplex gyógyítható, hosszú távon működik, és nem csak egy pillanatnyi jólétről beszélünk, mert vigyázz, mert ez csak egy fellángolás, mert aztán újra visszaesel, hanem tartós javulást és teljes gyógyulásról beszélhetek. Ezt az örömet szeretném megosztani. Azt gondolom, hogy nem véletlenül van ma rekordszámú hallgató ezen a webkonferencián, és azt hiszem, hogy itt kötelességem arról beszélni, hogy az ex-barátnőm, a Róza, az hazaküldhető. Én úgy neveztem ezt a helyzetet, hogy elhívtam vendégségbe Rózát, és a nyakamon maradt. A dolgok, kedves hallgatók, nem maguktól oldódnak meg, hanem magunktól, tőlem és öntől. Bármiben ül, akár székben, akár kerekes székben, ön az, aki meg tudja gyógyítani önmagát. Elsősorban le kell mondanunk arról, hogy kórosan sóvárgunk. Ez egy olyan vágy, amiben benne van a fájdalom, ami tétlenségre buzdít. Hány olyan mondatot kezd el, kedves szklerózis multiplexes társam, hogy jó lenne, ha, de, majd, netán, mégis, szeretném, de úgyse lesz belőle semmi. Ez a betegség kialakulásának első számú gyökere, a halogatás. A beletörődés abba az állapotba, hogy ennél nincs jobb. Persze, tudjuk, hogy ennél még a halál is jobb, mondhatnánk kórusban, ez már a második számú Róza program. Le kellene mondani arról is, hogy nyomorékként gondoljak magamra. Ez volt számomra az egyik legnehezebb. Amikor betegnek hittem magam, volt egy olyan pillanat, amikor valamilyen oknál fogva egy picit, ha szabad azzal a fogalommal élnem, hogy megvilágosodtam. Amikor rájöttem, hogy csak a lábam sorvat, az elmém és a szívem nem. Csak a lábaim nem működnek, a szívem a helyén van, az elmém tiszta, bármikor gondolhatok bármire másképpen. Bármit kitalálhatok, bármit megtervezhetek, sőt, ha elkezdek ezen dolgozni, akkor a helyzetet ki is tudom vitelezni, meg tudom valósítani. És ha el tudom képzelni, akkor a megoldásra is képes vagyok. Aztán fontos az, hogy a saját kezembe vegyem a dolgokat. Itt három fontos lépés van, a megoldom, feloldom, elengedem csapdája. Mert ha azt gondolom, hogy képtelen vagyok megoldani ezt a helyzetet, aminél a halál is jobb, az már megint csak 3-0 Rózának. Ha képtelen vagyok feloldani, elmenekülni, kilépni, kihátrálni ebből a helyzetből, az megint csak fenntartja számomra a szklerózis multiplexet. Bármivel is küzdjön, kedves hallgató, a tolószékből, a kerekes székből is van kiút. És hagyok egy kis hatásszünetet, mert tudom, hogy aki éppen ebben ül és hallgat engem, most felháborodik, és nem tudja azt elfogadni sem, rossz eset, legrosszabb esetben, hogy ebből van kiút. Hogy elengedem ezt a helyzetet. Elengedhetném azt a sorvat, vagy nyomorék testképet, én képet, amit időközben kialakítunk magunkról. Mert amikor a lábunk nem odalép, ahova mi szeretnénk, amikor egy 2 centis küszöb hatalmas, áthidalhatatlan szintkülönbséget mutat, amikor egy villamosra le- és felszállás az
sokszor háromnegyed órába telik, mert meg kell várni a magas padlójú, akadálymentesített járművet, akkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rombolja az önképemet, az, hogy én magamra miként gondolok. Aztán fel kell hívnom a figyelmet arra is, és tudom, hogy megint nem fognak szeretni, hogy az önsajnálat vegyszerét, vagy az önsajnálat mérgét magunkba engedjük. Amikor elkezdtem önmagam életét élni, akkor én már nyomorék voltam. De sokkal elégedettebb voltam önmagammal, mint előtte bármikor. Mert mekkora öröm az, amikor önmagunk korlátait legyőzzük. Az önmagunk korlátai csak azok a gondolatok, amelyek azt mondják számunkra, hogy képtelen vagy. Minden olyan mondat, amit úgy kezd a kedves hallgató, hogy képtelen vagyok, az egy önleértékelés. És az önleértékelésről annyit kell tudni, hogy ez önpusztítás. Szeretném mindenkinek kijelenteni, hogy az erő nem az izomban lakik. Aztán ismerjük fel a hibás önazonosulást, hogy ki vagyok én, hogy ki az, aki ezt a testet irányítja, a valóban a mielin hüvely zavara okozza az én életem legnagyobb problémáját, vagy ott ülök a probléma kupac tetején, és már képtelen vagyok elmenekülni. Igen, valójában az a kérdés, hogy a mielin hüvely vezérel engem, vagy én vezérlem a mielin hüvelyt. Na, ez itt a kérdés. És ez itt a koncepcióbeli különbség a kétfajta medicina között. Hogy tudjuk azt, hogy mi irányítjuk a biológiánkat, mi indítjuk el, és mi is tudjuk leállítani. Az a gond, hogy nagyon sokszor a testünk jelzéseit nem veszünk figyelembe. Nem veszünk róla tudomást. Úgy tennénk, mintha észre sem vennénk. Mert hát persze nem érünk most rá lelkizni, most ezt meg azt meg kell tennem, valakinek be kell segítenem, valakinek bizonyítanom kell, valakinek helyt kell állnom. És a 20.000. önleértékelési gondolat után a testem végképp elveszíti azokat a funkcióit, amikre teremtve van. És lehet, hogy sok embernek most megütötte az a szó a fülét, hogy 20.000. Akár ennyi önleértékeléses gondolatot el tudunk indítani, amit úgy hívhatunk, hogy önsorsontó hiedelmek. Mert amikor azt a parancsot adjuk ki magunknak, hogy mindent jól kell tennem, akkor bennem van a félelem, de mi van, ha képtelen vagyok rá. És minden olyan pillanat, amikor azt érzem, hogy most ez nem volt tökéletes, nem volt elég jó, akkor azt mondom magamnak, hogy képtelen voltam helytállni. Nem azt dicsérem meg, hogy 130 esetben egyszer tévedtem, vagy egyszer elbuktam, hanem csak azt az egy esetet említem meg, amiben én képtelen voltam. Amikor azt a tévhitet mondjuk folyamatosan magunknak, hogy meg kell állnom a saját lábaimon, vagy segítséget kérni a gyengeség jele, itt mindig benne van az a félelem, hogy én képtelen vagyok rá, vagy képtelen vagyok egyedül. Amikor képtelenségnek tartok valamit, a biológiám ezt meg is fogja valósítani. Fontos lenne tudni azokat a mondatokat is, amiket nagyon sokszor ismétlünk magunknak, hogy nem lehetek gyenge nekem, erősnek kell lennem, minden körülmények között helyt kell állnom. Hát meddig lehet egy ilyen életprogrammal élni? És amikor elfáradunk ebben a nagy teljesítésben, akkor azt mondjuk magunknak, hát már nem vagyok olyan, mint a régi, már nem tudok annyi mindent megtenni. És pláne, hogyha ez az elfáradáshoz a szívnek a túlterhelése is hozzájárult, akkor természetes, hogy gyengébbnek érezzük magunkat, mert ez lesz az egyetlen dolog, ami leállít minket abban, hogy túlhajszoljuk magunkat. Tehát minden összekapcsolódik, és minél több megélésünk van, annál több programot indítunk el.
Szeretnék minden ilyen programot futtató embert felébreszteni. Az egyik sorstársunknak küldtem egy levelet, amelyben egy csörgőórát tettem be minden ilyen vészjelző mondat után, remélem hallgatja a kedves, mert szeretnék mindenkit felébreszteni a csipke rózsika álmából, én ezt egy csipszklerózis állapotból nevezném, ha megengedik ezt a szóhasználatot, mert amikor az a megfogalmazásom az életemről, hogy sehogy nem állok, semmit nem teljesítettem, ugye ebben benne van a képtelenség élménye, amikor a körülményeket hibáztatom, amikor önmagamat tartom bűnösnek vagy bűnbaknak, amikor azzal magyarázom az állapotom, hogy hát mindig mások voltak azok, akik helyettem döntöttek, és mindig azt tettem, amit elvártak tőlem. Úgymond elmaradtam önmagamtól, rengeteg évet úgy éltem le, hogy nem éltem, hát ugye ennél még a halál is jobb. Ez megint egy szklerózis multiplex program. Rengeteg árnyalata van ennek a programnak, és rengeteg olyan megélést tartalmazhat, amit a női lélek húrjai megrezegnek. Talán ezzel is magyarázható az, hogy a nők kétszer hát fogékonyabbak erre a betegségre, mint a férfiak. Hát minél érzékenyebbek vagyunk, annál hevesebben fog minket érni egy érzelmi megrázkódtatás. De Hammer doktornak is van egy nagyszerű megoldása, ami abban segít, hogy ameddig a konfliktust meg nem oldjuk, addig is történjen valami. És ez a My Student and Mayhem című archaikus dallama, ami megakadályozza a recidivákat, és képes áttolni a megoldási fázisban elakadt programot, amint látjuk, az A oldalból a B oldalba, vagyis az exudatív fázisból a hegesedési fázisba. Egy egyetlen probléma adódik, és ezt úgy hívjuk, hogy optikai sín. Tehát ha én azzal az emberrel élek, akivel szemben ezeket a programokat megéltem, akkor hiába hallgatom a más studenten méghent, akkor ez nem fog tudni hatni. A My Student and Mayhem hatásairól természetesen részletesebben a tanfolyamon beszélek, ez valójában egy 700 oldalas könyv, amire itt nem fogok kitérni most részleteibe, de mindaz, amiről beszéltünk eddig, Hammer doktor könyvében, a tudományos táblázatban összefoglalva így néz ki, és az lenne a lényege ennek az egész összefoglalásnak, amit ugye egy webkonferencián ki tudok vetíteni, hogy lássuk, hogy mennyire komplex dologról van szó. És ez a motorikus bénulás, ami a szklerózis multiplexnek az elindítója, mennyi mindennel jár még, és mennyire fontos annak ismerete, hogy tudjuk, hogy mi a lefolyása a biológiai programnak, hogy mire számíthatunk, és hogy mi mit jelent, hogy ne veszítsük el a hitünket abban, hogy ebből meg lehet gyógyulni. És itt nem vakhitről beszélek. Ezt nem azért kell elhinni, mert valaki elmondta, hanem azért lehet ebben teljes mértékben bízni, mert a gyakorlat számunkra ezt már többször igazolta, hogy ez működik. Csak kérem szépen, ki kéne mászni a pokoli szerepekből. Az áldozat, a megmentő és a bűnbak szerepekből. Illetve jó lenne azt is egy kicsit átvizsgálni, amit a diagnózis közlése után, mint Damoklész kardját így meglengetik a hátunk mögött, a fejünk fölött, hogy ön soha többé nem fog tudni járni, rukkant lesz, tolókocsiba fog ülni. Tudom, hogy a tolókocsi szó az most minden kerekes székest felháborít, szándékosan használom ezt a szót,
mert még onnan is van kiút. Kérdem én azt az embert, aki ezt hallgatja, netán épp kerekesszékben ül, élvezi ezt a helyzetet? Hát erről van szó, hogy van, találkoztunk olyan beteggel, szklerózis multiplexessel, aki nem akart meggyógyulni. Mert ha ő kimászik a székből, akkor az összes addig megszerzett idézőjeles előnyét elveszti. Akkor kénytelen a kezébe venni az élete irányítását. Esetleg minden megváltozik körülötte. Tehát láttam olyan riportot, hogy valaki, aki teljesen egészséges, bemagyarázta magának, hogy ő kerekesszékes, így járt a munkahelyre kerekesszékkel, majd kigurult a természetbe, ott kiszállt, és ott pedig futásnak ered. Ezt fel fogjuk tenni a weblapra, mert ez egy olyan videó, amit mindenkinek látnia kell. Így van. Szeretném a gyógyulás legelső lépését kezdeményezni, vagy ha szabad úgy fogalmazni, kiprovokálni mindenkiből, aki érintett a szklerózis multiplex program által. Kedves hallgató, ki tudná az teljes szívéből hangosan mondani, hogy képes vagyok újra járni és meggyógyulni? Tessék nyugodtan kimondani. Mert pontosan azt tartja benne önt a kerekesszékben, hogy azt gondolja, hogy képtelen vagyok ebből kimászni. Ezt a gondolatot kell leghamarabb átalakítani. És azt, hogy hogyan vagyunk képesek feloldani a pokoli szerepeket, feloldani a tévhiteinket, az önleértékelésünket. Hát ezt nem fogjuk tudni se egy webkonferenciában, sem egy órás konzultációban átadni. Ezt mindenképpen egy hétvégi közös konzultáción, vagy nevezem képzésnek, vagy tanfolyamnak. Én tovább mennék. Még egy teljes hétvégén való belső elhatározás, hogy én megértem, hogy mitől lettem beteg. Ez a betegség, a szklerózis multiplex, ezzel szintéren van önleértékelésünk. Ezt mind fel kell szedni, át kell alakítani. A gondolkodásmódunkat kellene elsősorban megváltoztatni, hogy azokat a mondatokat, amelyek azzal kezdődnek, hogy képtelen vagyok, én nem vagyok olyan jó, ügyes, gyors, és így tovább, hogy ezeket oda figyelve átírjuk. Azt gondolom, hogy fontos tudni azt, hogy van belőle gyógyulás, és a gyógyulás alatt nem bicegés, sántítást, lábhúzást értek, nem, hegymászást. Hanem akár hegymászást, hegymászás. Magas sarkucipőn való egyensúlyozást, a hölgyről van szó. Csak egyetlen egy dolgot kell megváltoztatni. Elsősorban hinni önmagunkban és a biológiánkban. Hinni abban, hogy innen is van kiút, és hinni abban, hogy az életemet magam irányítva értelmes és értékes emberi életet élhetek. És végére, hogy megértsük, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik. Csak nem mindegy, hogy értem, vagy nem értem. Mit tesz a biológiám, én értem. Hát ezért kell megismerni a germán gyógytudomány, hogy lássuk a betegségnek a valós okát. Azért kell rászállni 3 napot, hogy megtanuljuk a megoldásokat, és a 3. lépés az, hogy mindazt, amit megértettem és megtanultam, hogyan viszem át a napi tevékenységembe.